Közel 30 bográcsban készültek a vadételek, és sült a hal a Tiszató turisztikai központjában Abátszalókon. A fesztivál fő célja a halfogyasztás és a vadhúsból készült ételek népszerűsítése. Kovács Sándor, a Jász-Nagykun Szolnok megyei közgyűlés elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy a magyar gasztronómia hal és vadételeit érdemes megismernie a családoknak. A magyar gasztronómia és a magyar nemzet a mai Magyarország határaival nem szorítható be. Az egész Kárpát-medence, ahol élnek magyarok, különböző főzési, gasztronómiai szokások vannak, de az is nagyon érdekes, hogy a világban bárhol, ahol magyarok élnek, magyar ételeket főznek. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter szerint a kormány sokat tesz azért, hogy egészséges, megfizethető hal és vadáru kerüljenek a magyar családok asztalára. Nőtt a halhús fogyasztást az elmúlt években, körülbelül megduplázódott, most már 5 kiló fölött van fejenként évente, és ezt elősegíti az áfa csökkentés is. De legalább ennyire fontos, hogy a gasztronómiában a hal, illetve a vadhús is foglalja el az őt megillető helyet, hiszen 100-150 évvel ezelőtt ezek nagyon népszerű ételek voltak, most pedig sokan úgy tartják, hogy a vadhús az kevesek kiváltsága, pedig hozzáférhető. A tárcavezető arra számít, hogy a kedvező kormányzati döntéseknek köszönhetően a vad és halételek fogyasztása emelkedni fog.